A Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Irányítja október 1-től a város kulturális életét szervező intézmények munkáját, jelentette be a társaság igazgatója Zsikó Zoltán. Ez azt jelenti, hogy a művelődési ház is a könyvtár is a Nonprofit Kft. Részévé vált. Azt mondhatjuk, hogy a turisztikai, a városfejlesztési, a kommunikációs és a városmarketing feladatainkon túl most már hivatalosan is feladata az Innovációs Központnak az, hogy a közművelődést és a kalocsai kulturális életet szervezze, és feladata az is, hogy a könyvtári szolgáltatás nagyon-nagyon magas színvonalon a jövőben is biztosítsa. Nem történt jelentősebb átalakulás a szférában, mondja Zsikó Zoltán, senki sem vesztette el az állását, és várhatóan piacképesebb fizetésekre számíthatnak a szakemberek. Az együttműködés első eredményeként bejelentették, 2 millió forintos pályázatot nyert el a Tomori Pál könyvtár. Ezt a 2 millió forintot két irányba szeretnénk eszközfejlesztésre fordítani. Egyrészt számítógépeket fogunk vásárolni a könyvtár két helyszínére, egyrészt a gyermekkönyvtárban, másrészt a felnőtt kölcsönzőteremben, és a gyermekkönyvtár klimatizálását szeretnénk ebből az összegből megoldani. Csikós Marianna, a könyvtár vezetője elmondta, jelentősen megnőtt a könyvtárat, mint közösségi helyet igénybe vevő fiatal és nyugdíjas korosztály jelenléte az intézményben. Az ő kényelmük kielégítése miatt döntöttek a pályázat beadása mellett.